Hú, de nagyon visszhangzik ez a szoba. Ez így nem lesz jó. Sziasztok, Matilda vagyok. A mai videó pedig a márciusi összegzésem lesz, ugyanis már elmúlt a március is, csak útközben kellett egy kis rendezkednem a szobában, mert hogy elkezdtem ezt a videót, csak baromira visszhangzott, mert most már nincs bent az asztalom, és ott van egy ilyen full üres falfelület, ami fullosan visszhangzott, úgyhogy most már talán egy fokkal jobb, és remélem nem lesz borzasztó a hangminősége. Úgyhogy most már akkor csapjunk bele, nézzük, hogy milyen könyveket olvastam ki márciusban. Március legelején volt egy ilyen nagyon nagy lendületem, amikor így nagyon gyorsan olvastam viszonylag hosszú könyveket, tehát így egyébként tök sokat olvastam, mert összességében 8 könyvet fejeztem be, amiből igazából egy volt csak rövidebb, az összes többi az ilyen egészen normál, tehát ez normál regényhossz volt. Voltak közben nyilván hangos könyvek, ahogy szokott lenni. Na mindegy, nem húzom tovább a szót, nézzük, hogy milyen könyveket olvastam ki márciusban. Hát nem is tudom, azokkal kéne lehet kezdeni, amik nálam vannak, vagy azokkal, jó, kezdem azokkal, amik nálam vannak, az a legegyszerűbb. Mert több olyan is van, ami vagy nincs most épp nálam, vagy mivel hangos könyv volt, nincs meg fizikaiban. Szóval, kezdem, ahogy sorban vannak. Az egyik könyv, amit befejeztem márciusban, az a Heidi volt, amiről lesz, vagy már van a csatornán egy külön kis videó, ugyanis a Heidi szerzője svájci szerző, ezért róla tudtam csinálni egy svájci barangolást, azt majd ide be is fogom linkelni. A Heidi az ugye egy klasszikus gyerekkönyv, és Emmának ebben a nagyon-nagyon szép Puffin in Bloom kiadásban van meg. Ez egy nagyon kis kedves klasszikus gyerekkötet volt, amit hát nem tudom, hogy régen hallottam a Heidinek bármikor is a történetét, nem nagyon emlékeztem belőle semmire, úgyhogy így jó volt végre elolvasni elejétől a végéig, és tudni, hogy akkor mi is van benne. És hát igen, ezzel végre olvastam svájci szerzőtől is könyvet, ami bónuszpont. De erről azért mondom, van külön videó a csatornán róla, mire ez a videó kimegy szerintem, úgyhogy ott bővebben kifejtem róla a véleményemet, de egyébként nagyon tetszett, nagyon kis aranyos volt. Néha az ilyen klasszikus gyerekkönyveknek van egy kis traumatizáló faktora, ennek nem volt annyira traumatizáló faktora, úgyhogy ez mindenképp pozitívum. Következő könyvünk Rainbow Rowell-től az Attachments, aminek azt hiszem az a magyar címe, hogy Szív küldi. Most egy ilyen kis küldetésem vagyok, hogy elolvasom az összes Rainbow Rowell regényt, amit még nem olvastam, hogy el tudjam olvasni a Scattered Showers-t, ami egy novellás kötete, és abban van több regényéből is, vagy több regényéhez tartozó novella, többek között az Attachmentshez is. Amit nem tudtam, hogy ez Rainbow Rowell-nek az első regénye, mert mint tudtam, hogy van egy első regénye, csak már annyit olvastam többet tőle, és nem tudtam, hogy pontosan melyik az első. Ez az első regénye. Nem volt rossz, igazából gyorsan kiolvastam, és érdekelt is, hogy mi lesz benne, viszont eleve az alapkoncepciónak, az alapkoncepciója a könyvnek eléggé fura. Szóval abból indulunk ki, hogy a narrátorunk Lincoln, ő ilyen IT security-sként dolgozik egy magazinnál, vagy hát újságnál, és neki ezért az a munkája, hogy amiket a rendszer nem megfelelő e-mailnek jelöl az irodán belül, amiket egymásnak küldenek, azokat olvassa át, és küldjön figyelmeztetést, hogy nem megfelelően használják az alkalmazottak az e-mailező rendszert. Viszont van két nő az irodában, akik így egymásnak barátnői, és akkor a céges levelezési rendszeren keresztül szoktak egymással úgymond pletykálkodni is. És hát ahelyett, hogy nekik így figyelmeztetést írna, elkezdi olvasni a levelezéseiket, amik bekerülnek a megjelölt levelek közé. És hát azért nem szól erről, mert hogy így elkezd az egyik fél iránt az üzenetek alapján érzéseket táplálni. És ez egy elég furcsa koncepció, amit nem mondom, hogy a végére úgy teljes mértékben elégedett voltam a kimenetellel, ahogy kihozták, mert én... Az egy dolog, hogy nem azt kaptam, amire számítottam, de hogy kicsit nagyon
könnyen átlendültünk az egész bonyodalmon, úgy éreztem. Igazság szerint az egész könyvben az a poén, hogy Lincoln és a csaj, aki tetszik neki, Beth, ő, vagy írás alapján tetszik neki, ők nem is találkoznak gyakorlatilag így szemtől szembe, vagy nem tudják. Szóval csak a leveleket olvassuk, és Lincolnnak a narrálását, és igazából az a lényeg, hogy Lincoln ő így az anyjánál lakik még, és hogy... Mondjuk ez is kicsit fura, hogy még így nem tudom, hogy nagyon régen szakított az első barátnőjével, és még mindig nem nagyon heverte ki azt se, úgyhogy voltak benne ilyen hunyorítós részek, összességében nem volt rossz, de látszik, hogy... Nem azt mondom, hogy látszik, hogy első regény, de fura nagyon a koncepció, tehát hogyha ezt olvasom először Rainbow Rowell-től, lehet nem olvastam volna többet, de én az Eleanor és Parkkal kezdtem, folytattam a Fangirl-lel, aztán a Carrion-nal, amik szerintem sokkal jobb regényei, mint ez az Attachments. Sztori ügyileg, tehát ennek voltak nagyon gyenge pontjai, és többek között a vége volt az, mert amikor a legesleg vége volt, akkor ott volt egy-két jelenet, ahol így ültem, hogy hát oké. Nagyon gyorsan is összecsomagoltuk az egészet, és oké, vége, kész. Úgyhogy az egy kicsit fura volt benne, de egyébként nem mondom azt, hogy nem élveztem ezt a könyvet, csak voltak dolgok, amiknél azt mondtam, hogy jó, a fölött most inkább szemet hújunk, mert ez nagyon furán jön neki a való életben. A következő az Ecsédi Orsolyától a Juli vagyok könyv moly. Ezt a könyvet még a Kolibri kiadónak egy ilyen PR eseményén kaptam, amikor is volt Ecsédi Orsolyának ehhez a könyvéhez egy könyvemutató, és arra meg lettem hívva, és el is mentem. Egyébként arról Instára is posztoltam, meg TikTokra is csináltam egy ilyen kis összefoglaló videót, szóval ott lehetett már róla látni, így külön YouTube videót nem csináltam hozzá. Már ott is nagyon érdekesnek tűnt ez a könyv, de valahogy még mindig nem olvastam el, és ez tavaly, nem tudom, októberben volt. Alá is lett iratva. Ha már ugye ott voltam, és volt ilyenre lehetőség. Meg a szerző is már ott is nagyon kis kedvesnek tűnt, és nagyon élveztem ezt az egész beszélgetést, és tök jó volt. És utána többen is olvasták a Juli vagyok könyvet, és mindig így néztem, hogy jó, majd el fogom olvasni, majd sorra kerítem. És most végre kézbe vettem, és nem tudom, 2 nap alatt elolvastam, valami nagyon-nagyon brutál gyorsan, mert ez egy hihetetlenül szórakoztató és fantasztikusan jó kis történet, ami ilyen kicsit egyrészt nagyon könyvmolyoknak szól, másrészt kicsit be is szól nekünk valamilyen szinten. Ugye az is vicces, hogy én valamiért arra emlékszem, hogy ezen a könyvemutatón arról volt szó, hogy Juli 14 éves, és így amikor elkezdődött a sztori, így néztem, hogy nekem nagyon fura lesz, hogyha tényleg 14 éves, aztán kiderült, hogy nem 17 éves, úgyhogy valamit félrehallottam akkor. De úgy megnyugodtam, hogy jó, mert elég fura lett volna, ha 14 éves, valljuk be. És az a lényeg, hogy könyvmoly nem tud igazából kapcsolatot teremteni a valós emberekkel, ezzel szemben a fikcionális karaktereket annál jobban imádja, és az a helyzet, hogy Julinak végül is lehetősége adódik arra, hogy találkozzon néhány kedvenc könyves férfiújával. Na igen, amire a legtöbb könyvmoly úgy gondolom, hogy elég rendesen vágyik, és fantáziál róla, ahogyan Juli is, főleg, hogy mondjuk az ő közvetlen környezetében is olyanok a saját kortársai, akikkel azt mondja, hogy hát könyvek alapján nem áll a szó, mert könyvekben sokkal jobb a felhozatal, úgymond. És hát ugye megkapja ezt a lehetőséget, hogy akkor föl tudja fedezni a fikcionális férfiakat. De ez nem egészen úgy sül el, és nem egészen olyan tapasztalatokat szerez ennek során, amik a fantáziáit igazolnák vissza, és mindeközben szép lassan a kis buborékja kezd kipukkanni, amivel így körbevette magát, hogy ne kelljen így a való emberekkel mondjuk kontaktot létrehoznia, és ez az egész egyrészt ezzel a könyvvel, másrészt azzal kezdődik, hogy az osztályfőnöke odaülteti az egyik legújabb diák mellé, Duma mellé, akinek azért ez a beceneve, mert folyamatosan beszél. És nagyon, nagyon kis aranyos volt, nagyon-nagyon szerettem, a humora az csodálatos, tehát én is végig nevettem utána, apa is végig röhögte, tehát hogy a ház két felében van az én hálószobám meg anyáéké, az én saját szobámig az ágyból hallottam, hogy apám hangosan rötyög ezen a könyvön.
Anyának is nagyon tetszett, hogyha így végigolvastam állosan az egész család, és nagyon-nagyon-nagyon vicces, ahogy így kifigurázza gyakorlatilag a dolgokat, amiket mi gondolunk a fikcionális, kedvenc fikcionális karaktereinkről. És mindeközben természetesen egy ifjúsági romantikus kötetről is beszélünk, tehát hogy amúgy nagyon kis szívmelengető is olyan szempontból. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. És nagyon tetszett, és nagyon örülök, hogy végre elolvastam, és ez egy igen igazi felüdülés kötet volt, úgyhogy olvassatok Julit. Volt egy-két pont, amikor így azt mondtam, hogy voltak benne döntések, amikkel nem feltétlenül értettem egyet, de próbáltam belegondolni, hogy én, hogy a 17 évesen a saját fikcionális szerelmeim elé kerültem volna, akkor lehet nem feltétlenül hoztam volna jobb döntéseket, mint Juli. Ő csak megragadta az alkalmat, ha már ott volt. Na mindegy, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, és Ecsédi Orsának nagyon jó humora van. Az volt még nagyon jó, hogy tök jól hozta ez a könyv azt az egyensúlyt, hogy érződött, hogy tini a narrátora, de nem volt túltolva a tinisége. Tehát így nagyon jó egyensúlyt éreztem én legalábbis ebben a könyvben a tini narrátor hanggal. Következő, amiről már volt szó a csatornán, Marissa Meyertől a Stars Above, ami egy ilyen kiegészítő kötet a Holdbéli krónikákhoz, ez egy novellás kötet szintén. Hát a Holdbéli krónikák sorozaton keresztül több időpontban játszódnak az ebben lévő novellák, van olyan, ami az első könyv előtt, a könyvek közben, illetve a könyvek után játszódik. Erről részletesebben beszélek a Holdbéli krónikás videómban, azt is ide be fogom linkelni. Ez nagyon jó kis kiegészítés volt szerintem a sorozathoz, hogy kicsit egyes szereplőket jobban megismerjük, vagy egyes háttérsztorikat, amikről itt szó volt a könyvben, de nem volt kifejtve már, mint a főkönyvekben. Azokat részletesebben megismerjük, illetve volt benne egy sztori, ami ugye a Winter után játszódik, amit nagyon-nagyon vártam, és az is nagyon-nagyon tetszett. És mint megtudtam, van egy ilyen, arra mondjuk merkes vagyok, van egy ilyen e-könyvben, csak e-könyvben létező kiegészítő sztori, ami ilyen interaktív, tehát hogy te döntöd el, hogy mi történjen, és hát ilyen $10 nem szeretnék e-könyvet venni, csak azért, hogy azt elolvassam, úgyhogy nem tudom, hát egyszer kiadják valahogy kötetbe, vagy majd lesz akciózó, vagy valami. De igen, nagyon-nagyon szerettem. Ehhez nem tudok mást hozzáfűzni, eléggé benne voltam március elején, még ugye, úgyhogy befejeztem a Wintert a Holdbéli krónikák őrületben, úgyhogy igen. És még mindig imádom ezt a borítót. És akkor térjünk rá azokra a könyvekre, amiket most nem tudok mutogatni. Olvastam két Wings of Fire kötetet ebben a hónapban, ami miután kiolvastam a második felvonást, ami a Jade Mountain Prophecy volt, elkezdtem a The Lost Continent Prophecy felvonását is, és ebből kihallgattam a The Lost Continent címűt, illetve a The Hive Queen címűt, ami az első két kötet. Igazából tetszettek, nagyon szerettem a Wings of Fire sorozatot. Kicsit nehéz róluk úgy beszélni, hogy magyarul még mindig csak az első három van kiadva, és így sokkal messzebb vagyok a sorozatban, mint ahogy a magyarul olvasható részek vannak. Igazából tetszik, kicsit nehezebben melegedek hozzá most a karakterekhez, már a második kötetben egész jól állok. Új kontinens, új sárkányfajok, törzsek, új konfliktusok, viszont tök érdekes, ahogy így összefolyik a két kontinens itt szép lassan, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit fog hozni és mi lesz a végére, hová kerekedik ki. Viszont én még mindig azt érzem, hogy az első öt kötetes sorozat volt eddig a legjobb, tehát a második is jó volt, bár voltak gyenge pillanatok benne, vagy gyengébb pillanatok benne, és itt a harmadiknál meg még jobban érzem, hogy gyengébb pillanatok vannak, de ez nem rontja el feltétlenül az élmény, csak ha összehasonlítom a három sorozatot a Wings of Fire-on belül, ami van, eddig abszolút az első volt a legjobb. De továbbra is, mivel nagyon-nagyon szeretem ezt a világot, nagyon jó bele visszatérni. Én igazából nagyon szívesen olvasnék még az eredeti karakterekkel könyveket, és ugye itt folyamatosan új karakterek vannak bemutatva, ami nem probléma, mert még mondom, szeretem meg, szóval szeretem meg, jó, csak nehogy visszatérnék. De úgy látom, hogy tehát benne lesznek a régi karakterek is, úgyhogy nem probléma ez egyáltalán. Oké. Egy könyv, ami egyébként megvan, de nem tudom mutatni, mert jelenleg a nagymamámnál van, mert most megpróbálkoztunk vele, hogy
hát ha fog neki tetszeni. Ez a 13. boszorkány, ami a BookTube könyvklub márciusi egyik közös könyve volt, mint mágikus, realista könyv. Ezt Andival olvastuk, úgyhogy a kibeszélőjét itt szépen belinkelem, mert hogy már megvolt. Ez egy gyakorlatilag ilyen, hát rajta van romantikus címke, de egy családregény, ami a Sparrow családot követi, akikről azt kell tudni, hogy a Sparrow családban a lányok így 13 éves korukban valami képességet kapnak mindig, és ettől lesz mágikus realizmus. És a legifjabb tag, Stella, azt a képességet kapja benne, hogy látja mások halálát. Ami még nem következett be. És hát gyakorlatilag a könyv egy krimi szállal indul el, ami aztán így teljesen elfelejtődik pontokon, de hogy ez az, ami miatt visszakerülnek a szülővárosba, és hát ott így rákényszerülnek, hogy némileg szembenézzenek a saját emberi kapcsolataikkal. Még mindig nem tudom, hogy állok ezzel a könyvvel, mert az a dilemmám, hogy tetszett, de 3,5 csillagot adtam neki csak így bizonyításként, hogy tetszett. De nem tudom bekategorizálni pontosan, hogy 3,5 vagy 4 csillagos, mert szívem szerint lehet inkább 4 csillagot adnék neki, viszont más könyvek, amik tőlem 4 csillagot kaptak, sokkal mélyebb nyomot hagytak bennem, és sokkal jobban tetszettek, míg más 3,5 csillagos könyveim sokkal kevésbé tetszettek, vagy sokkal rosszabb, vagy rosszabb nyomot hagytak, vagy kevésbé hagytak nyomot. Nagyon semleges volt nekem ez a könyv, tehát így elolvastam, és így oké, elolvastam, de így különösebben nem hagyott benne egy nyomot, hogy elolvastam ezt a könyvet. Úgyhogy ezért vagyok ilyen, nem tudom, teljes dilemmában, hogy most nem tudom pontosan hova helyezni, mert amúgy nem volt rossz, és bizonyos témákban tudnám ajánlani is, csak nem tudom, hogy ez most egy ilyen teljesen semleges talajon maradt meg bennem ez az olvasás. Szóval nem teljesen tudom, hányadán állok ennek a könyvnek. És az utolsó könyvnek az a címe, hogy a The Dragon of Innis. Legalábbis remélem, hogy így kell kimondani. Ez egy sárkányos könyv. És azért olvastam el meg egyáltalán, úgy találtam rá, hogy a molyos parangolás Európában kihíváshoz hozta egy teljesítő, és így megláttam, és sárkányos, és ilyen kis cuki borítója van, és aztán még megláttam, hogy belga szerző is, mondom, oké, ezt elolvasom. És ez gyakorlatilag egy ilyen mese, kisregény mese, tehát ilyen 150 oldalakról beszélünk, úgyhogy ezt elolvastam el könyvként. Azt kell még előről a könyvről tudni, hogy ez egy ilyen érzékenyítő, LMBTQ témákat tartalmazó mese, és átment a sárkányossági mércén, ugyanis van benne egy sárkány szereplő, aki aktívan benne van, mint sárkány szereplő, ha már akarok reflektálni a legutóbbi sárkányos videómra. Meg hát belga szerző, úgyhogy így azonnal rá is kaptam, és amíg vártam, hogy felérjen hozzám Pestről a Bronzváros, hogy tudjam olvasni, addig ezt olvastam el a Heidi után. Van benne szó a transzneműségről, vannak benne leszbikus karakterek, van benne a szexuális, a romantikus karakter. Ez volt leginkább a három fő, de hogy így alapvetően eléggé rendesen hozza az érzékenyítő témát, és ez még egy plusz pont gyakorlatilag a könyvhöz. Nagyon kis aranyos volt a történet, meg nagyon kis kedves volt, és igazából tetszett. Azt éreztem, hogy volt mondjuk, hogy nem tudom, olyan kétharmadánál a könyvnek, vagy valahol körül a második felében. Én ott úgy éreztem, hogy egy kicsit maga a sztori az elfáradt, és annyira már nem kötött le, ami már így a vége volt gyakorlatilag a könyvnek, de hogy addig meg egy ilyen nagyon kis tök jó kaland sztori volt, amiközben egy csomó ilyen érzékenyítő témát is felvetett szerintem tök jó módon, csak nem tudom, a vége hagyott egy kicsit ilyen, hát oké, vége lett érzést bennem. De egyébként jó volt szó, hogyha valaki egy ilyen kis sárkányos témára vágyik, meg LMBTQ témára, és ilyen kis mesés rövid könyvecskére, akkor egyébként tudom ajánlani. És belga szerző, úgyhogy lehet hozni az európás parangolásra is. Oké. És elviekben ez volt minden. Remélhetőleg meg volt minden 8 könyv, amiről beszélnem kellett. Én ezeket a könyveket olvastam ki márciusban. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!